Sziasztok, Fid vagyok, és ez itt a Vakító Lámpa Project, átköltözős videó második rész. A lámpával szívtunk vagy 5 napig, hogy legyen, mint legyen. Most már egy óra alatt össze tudnám rakni, sőt össze is fogom, ugye a 2x3000 wattos rollernél szerintem ugyanígy lesz, annyira nem vakít, mint a videóban. Annyi, hogy én ezeket a halogéneket, amivel jön a fejidom, lecseréltem ledesre, de csak meleg fehér volt, úgyhogy kicsit előtt, mert ez sárgásabb, de egyáltalán nem rossz. Hátra még nem tettem föl, mert tegnap hajnali 4-kor lettünk kész vele, volt mikor 3-an is csináltuk, már 10 napja megy a szerelés, annyira nem egyszerű. Aztán kicsit visszavilágosítom. Ide fölraktam a féktárcsavédőt, később akár kaphat lámpát is, mert van rajta hely, meg jól is néz ki. A csapágyas lengéscsillapító fülek tök jól beváltak, már jó pár kilométer van bennük. Hihetetlen nagy szívás ez az átköltözés. Aztán itt még a kábelek nincsenek elvezetve. A fekete test amúgy nagyon tetszik, tök jó kényelmes rajta állni. Ugye ebből vettünk 12-t, és úgy párat már elkezdtünk elszórni, mert nem férek a lakásba. Hátra bekerült a vezérlő, de a mai nap folyamán ide oldalra és a másik oldalra is felkerül, mivel hogy ugye ebbe 20 alhás, 48 voltos Lifepo 4 aksi van, ez miatt vettük meg a rollereket, és teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret. Hát ott a két sárga csati alatt van az egyik vezérlő, visszaraktam a régi vezérlőket, mert csak azok fértek el, és előtt egy hatalmas nagy kábel kupac van, iszonyat mennyiség, és ezért inkább kirakom a vezérlőket oldalra. Most jön majd haver, aztán fölfúrjuk. Vettem kupfúrót is, viszont az első aksiba belefutottunk, ami döglött. A két agymotorral semmi ereje nincs a rollernek, legalábbis úgy gyorsul, mint egy láncos, nincs az, hogy pörgőkerekekkel indulok el, mint amikor a lipóaksik vannak benne. Ez vagy azért van, mert hogy már egy éve nem volt töltve az aku, vagy pedig rossz. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, Fid voltam.